életünket igen megkeserítheti, hogyha az ágyban nem vagyunk képesek teljesíteni. Pedig nagyon sok házasságban kortól függetlenül előfordulhat, hogy egy idő után a párok elhidegülnek egymástól, nem kívánják egymás érintését. És bár lehet, hogy továbbra is szeretetben, de mégsem férfiként és nőként élnek egymás mellett, a kapcsolatuk nélkülözi az intim helyzeteket, az intim együttléteket. Erről a témáról fogunk most beszélgetni Rusz Edit szexológussal. És nem is tudom igazán, hogy hol kezdjem ezt. Talán az okairól? Hogy mitől szűnhet meg a testi vágy? Mi lenne, hogyha mondjuk rögtön életre hívnánk egy ilyen kis pillanatnyi statisztikát? Tegye fel a kezét az közülünk, hármunk közül, akinek az életében ilyesmi már előfordul. És ez egy őszinte beszélgetés, tehát... Hát mindenkinek előfordul. Ha-ha, ez az. Na, de az ideig óráig történt. De hogyha ugye most mi arról beszélünk, amikor egy kapcsolat már annyira leül, hogy a szexuális élet az úgy fogalmazható meg, hogy két aktus között eltelik egy nyár. És hát akkor... mondjuk ugye olyan szinten megy a gyakoriság, hogy egyszerűen az már nem nevezhető egyáltalán normális szexuális gyakoriságnak. És ez nem lehet, hogy mondjuk egy házastársi vagy egy partner kapcsolat fejlődő szakaszának egy periódusát. A vége így is úgy is az, amikor az ezüstkorba lép az ember, és már nincsen egyáltalán semmiféle szexuális érdeklődés. Hát ez a természet rendje valahogy, ide nem? Jön ide az a pirkadat után, jön az alkonyak. Na, ide figyelj! Ez most nem ilyen mese délután, hogy majd a öreg banya az majd befekszik a sírba, és erről szól a dolog, és már 20 évvel ezelőtt nem szexel. Hát én azt gondolom, hogy azért egy jó, normális, szexuális aktivitású nő és férfi azért nagyon sokáig képes normális, szexuális gyakorisággal élni, még akkor is, hogyha az ezüstkorról, vagy az öregkorról beszélünk. 65-70 évig bezárul a max, nem? De nincs bezárul, nézd, hogy bezárul, mi zárulna be. De várjunk most, de most az a potenciál zavarokról beszélünk, hanem a más okokról. A szexuális érdeklődés. A szexuális érdeklődés. Mik azok az okok, amik miatt a szexuális vágy, a testi vágy, az csökkenhet? De nem a potenciál zavar, meg a frigiditás, az a következő műsorunknak a témája lesz. Nem, én nem is akartam ezt előhozni. Na jó, csak én azt mondtam, hogy nem. Jó, rendben, hiszek neked, oké. Tehát akkor arról szól a dolog, hogy akkor nézzünk talán egy történetet. Jó, mert talán mindenki ezzel, ennek kapcsán meg tudja érteni, hogy miről beszélünk. Nem szakaszokról, nem periódusokról, hanem egyszerűen arról szól a dolog, hogy nem működik a szexuális élet két, mondjuk 30 éves ember között. Nem megyünk a 80 éves korig, igen. Értelek. Na most a következő történik, megjelenik a rendelésen egy jóképű fiatalember, egy nagyon bájos, gyönyörű feleséggel, és azt mondja, hogy doktornő, az a problémánk, hogy a szexuális életünk az sehol nincs. Megszületett a kisfiunk, már 3 éve, és azt vettem észre, hogy hiába próbálkozom bármivel, a feleségem, köszöni szépen, nem kér belőle. Koruk lehetett olyan 29-27 a férfiamára. Próbáltam ezt, próbáltam azt, vittem a virágot, udvaroltam, próbáltam vele beszélgetni, semmi nem történt meg. Köszöni szépen, én most nem kér, fáradt, dolga van, a gyerekkel kell együtt lenni, este mesélni. Azt mondtam magamban, hogy jó, kivárom. Én nem erőltetem, unom már vissza utasítást, majd az asszony, ha úgy gondolja, akkor jönni fog. És doktornő, képzelje el, eltelt egy hónap, semmi. Eltelt a következő hónap, semmi. Eltelt a harmadik hónap, semmi. A negyedik hónap végén mondom az asszonynak, hogy te drágám, azt tudod, hogy már 4 hónapja szexeltünk utoljára? Tényleg? Észre se vettem. És ez így történt. A másik pár. Összekerültek még egyetemista korukban Pécsett, a fiúnak volt egy barátnője, és otthon, a szülőhelyén, és összeismerkedett a jelenlegi lánya, mondjuk legyen Gabi. Dübörgő, csodálatos szerelmi történet kialakult, ott volt mellette párhuzamos kapcsolatként ugye az otthon levő lány, de ezzel a lányjal indult egy nagyon nagy szerelem. Amikor a fiú befejezte az egyetemet, akkor följött Budapestre, hozta magával a volt párját, aki ugye ott vidéken élt a szülővárosában,
de nem tudtak együtt élni. Nem jött össze a dolog, abba is hagyták, és akkor megkereste ezt a lányt, akivel dübörgő szerelmi kapcsolatban élt, és csodálatosan imádták egymást, szépek, okosak, helyesek, édesek. Összeházasodtak, mert így döntöttek, hogy összeházasodnak, és elkezdődött a közös életük, ahol a szexualitás kezdett háttérbe szorulni. A fiú hajszolta az egzisztenciát, a lány is ugye megpróbálta itt Pesten élni az életét, állandóan dolgoztak, csinálták a dolgait, a fiú próbálkozott, akkor a lány Gabika visszautasított. De most ez megint, ez most két példa, úgyhogy a fiú próbálkozik, és a lány... mindjárt a másik, csak ez a gyakoribb. Jó. Visszautasította, mert most ő mindjárt, amire jó, most a fiú is utasítson vissza. Tehát akkor ugye visszautasította a fiút, és egyszerűen a fiú nem kezdett próbálkozni. Aztán a lány rájött arra, most már, mint ugye feleség, hogy hoppá, ez így nem jó irányba vezet, és elkezdte ő indítani a vágyakat és a kezdeményezést. A fiú nem tudott rá reagálni, nem működött szexuálisan, és egy idő után arra jutottak el, arra a következtetésre, hogy az, hogy fél évente egyszer véletlen folytán összekörülünk, nem feltétlenül biztos, hogy ez egy jó partner kapcsolat, eljöttek hozzám, és most rendezzük az életüket, hogy a nő és a férfi, és a férfi és a nő tudja egymást úgy szeretni, mint a nemi kapcsolat ígérni. De hát egy ilyen összeomlott rendszert hogyan lehet renoválni, én ezt nem értem. Tehát hosszú és fáradtságos munkával talán, én nem gondolom, nem tudom, hogy mi lehet itt a kivezető út. Tehát most szexuálterápia rendben. Hát meg ez összeomlott rendszer, egy működő rendszernek egy kis része omlott össze, igen, nem? Igen, ez egy kis, kis ám annál meghatározó része. Nagyon fontos része, de az nem az egész rendszer. Van, mire építeni. Ugye az érzelem, érzelem, lelki, intellektuális, emberi, minden megy, tehát gyereket akarnak, közös életet akarnak, eszükbe sem jut, hogy esetleg mással igen, vagy na, máshol keressék a dolgokat. Az ilyen párokat én csodálom, igen. Őszintén csodálom, hogy a hűséget meg tudták tartani. És a szeretet, így van. Közös jövő, és ugye, hogy annak idején ők tudták, hogy mi volt az a kapocs, ami összekötötte őket, eljönnek, és rendbe akarják tenni. Nekem mindig az a kérdésem, amikor egy pár eljön, szeretik egymást? Szeretik képesek, a szexet? Képesek megtenni azt, hogy a szerelmi életet rendbe hozzák, azért, hogy az is markásan és szépen ott legyen az életükben. Ha kinyilatkoztatják, hogy igen, mindent megteszünk ezért, akkor elindul egy úgynevezett szexterápia, amiben helyre kerülnek a dolgok, és újra felizzik az az eltemetett vágy, és szépen be kell indítani, és beindít az ember egy olyan folyamatot, amiben megtanulják azokat az elemeket átélni, bevinni a kapcsolatba, amitől újra működőképessé válik a szerelmi életük. Ez a varázslat része, a terápia. Hogyan néz ki egy terápia? A terápia az abból áll, hogy ugye én azt mondom mindig, hogy emberekkel dolgozunk, nem kristálygömbbel, nem kártyával, nem jóslásokkal, nem arról, hogy emberekről szól a dolog. Mind a két fél elmondja nekem, személy szerint csak nekem, tehát nem a párja előtt, az élet történetét, ami nem titkokról szól, hanem az egész fejlődése. Gyerekkor, felnőtté válás, egzisztenciális dolgok és valami. Ezt ugyanúgy elmondja a másik fél is egyedül nekem. Tehát az jó, ha egy... a két embert. Igen, tehát egy terapeuta, két ember különböző időkben. Így tehát nem van, egyszerre nem mennek, egyszer. Hanem azért egy intimitás amíg van. Amíg így van, hogy meg tudják beszélni, ugye el tudják mondani azokat a dolgokat, ami nem feltétlenül tartozik a másikra. Vagy ha tartozik, akkor ezt ma úgy is elmondta. Mert ugye sokszor tapasztalja az ember, amikor odaül egy pár, és akkor kérdezi, hogy jaj, drágám, te még akkor nem voltál ott, akkor én még azért voltam a Józsival, mert akkor Józsi, szóval ez egy kicsit olyan nagyon túl van dramatizálva. Ez megtörténik, és akkor utána azt mondjuk, hogy na, akkor nagyjából ugye kialakul a két embernek a személyisége, igénye, viselkedésmódja, szexuális élmény szintű történetek, amelyeket átbeszéltünk, akkor most program. Jön a közös program. Összeülünk, és akkor megbeszéljük, hogy első hét, második hét, harmadik hét, negyedik hét, miről áll, miről szól, mi a tennivaló, mi a tevékenységük, és abból építjük föl gyönyörű szépen a következő lépcsőfokokat. Tulajdonképpen ugye arról szól, amit eddig is megélt a pár, csak más elemekkel, más lépcsőfokokon haladunk előre.
Mert ha nem működik a szex, akkor nyilvánvalóan nem lehet azt mondani, hogy drágáim, akkor napi 3 szexuális aktus legyenek szívesek produkálni, mert erről szólna a dolog, hogy ha ez menne, akkor menne, hanem szépen úgy fölépíteni egy alapszintről, és nagyon sok finomságot, kedvességet, olyan dolgot belevinni, ami a libidót, a szexuális vágyat el tudja indítani, beterítődik a lakás mindenféle finom erotikával, jópofa játékok, jópofa kis kedveskedések, és ebből aztán indul és alakul ki az a szeretkezés, amit aztán egyre jobban megközelítve, kedvesen, odafigyelve és élvezettel fognak megélni és átélni az emberek. De ebben a rekonstrukcióban ebben hinni kell, mert az ember nem hisz benne. Elég, hogyha az egyik fél nem hisz benne már, akkor megette a fene szerintem, akkor ezt nem lehet. Ezt nem hinni lehet, kell, akkor... megcsinálni kell. Hinni kell, igen, megcsinálni. Igen, tehát igen, ugye mindig azt mond, meg mindig az a kérdés, hogy mennyi idő kell. Ehhez mondtam, hogy ha rajta múlna, akkor kevés, de hát ugye itt arról szól a dolog, hogy ezt végig kell csinálni. Egy szépséghibája természetesen van, hogy kicsit direkt módon kapják a feladatot, de hát miután ugye valakitől kell ezt a segítséget megkapniuk, ezért ez megy szépen. Az elhidegülést, azt mennyire lehet elkerülni, ha egyáltalán el lehet? Tehát az mondjuk lehet ellene tenni, vagy mindenképpen bekövetkezik előbb vagy utóbb, hosszabb vagy rövidebb ideig a mostani életvitellel? Én azt gondolom, hogy mindenki érzi egy kapcsolaton belül, hogy mennyire finom, mennyire jó a másik közelségében lenni, mennyire jó, ha megölel, ha megcsókol, mennyire jó, hogyha fölhív, ha SMS-t küld. Tehát mennyire ott van a nőben a férfi utáni vágy, a férfiban a nő iránti vágy, és hogyha közelben vannak, akkor ugye a sok kisülés, hogy jaj, már nagyon várják, hogy még kisebb legyen a kettőjük közötti különbség. Ha jönnek a felhők, jön a valamiféle... Jelek, a kis konfliktus helyzetek, a sértődések, az elhallgatások, a nem betartom a megállapodásokat, tehát valami kezd megmozdulni, vagy ugye a hárítás, amiről az előbb beszéltünk, vagy a nő, vagy a férfi részéről, mert a férfi részéről is van természetesen hárítás. Vannak olyan kapcsolatok, ahol a férfi nem tudja fölvenni azt a temperamentumot, amit esetleg a helyzet megkívánná. Akkor jó lenne vagy erről beszélni, hogy valami hiányzik, drágám, valamit nem jól csináltam, vagy valamit kellene tenni, de ezek pici megbeszélések. Ezt nem lehet kivesézni. Mert abban a pillanatban, amikor kivesézi a pár, mindenki próbálja a saját igazát igazolni. Hogy tudod, hogy miért volt, mert az anyunál, amikor ott voltam, akkor mit tudom én, akkor bedöglött az autóm. Tehát nem lehet ilyen magyarázatokkal élni. Meg kell beszélni, hogy akkor egy picit vonuljunk el, vagy menjünk el, csináljunk egy-két jó kis programot, a szexbe vigyünk be új elemeket, mondjuk egy fürdést, vagy egy különböző, helyszínen végrehajtott szerelmeskedés, vagy menjünk el vacsorázni, udvaroljunk egymásnak, tehát vigyünk be olyan dolgokat, amiket annak idején megéltünk. Ha úgy érzik, hogy kicsit szűk a lehetőség, akkor mindenképpen szexológushoz kell menni, hogy minél előbb vissza tudják állítani azt a dübörgő szeretkezést, ami annak idején lealkonyult, és egyszerűen nem működhetett tovább. Én még mindig arra lennék kíváncsi, hogyha egy fiatal kapcsolaton belül nem működik, vagy bekövetkezik az elhidegülés, de mégis hűséget tanúsítanak egymás iránt a felek. Tehát szeretik egymást, nem akarják egymást lecserélni, hogy egy ilyen csúnya szóval éljek. Akkor nem lehet, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy többé nem képesek kiváltani egymásból azt a szexuális túlfűtöttséget, azt a fajta ingert, és ergo nem is kívánják magát a folyamatot, magát a műveletet, magát a szexuális együttlétet. De kívánják, csak nem tudják megtenni már az első lépést. Tehát, hogyha most azt gondolod, hogy 2 éve, ilyen aranyosan, édesen, mint 2 bűbályos testvér, Jancsi és Juliska éltek az otthonukban, és valahogy ugye nem volt ott a tudat közelében, hogy de jó lenne szerelmeskedni, akkor ugye nagyon nehéz ezt újra elindítani. Mit mond a nő? Én most nem kezdeményezhetem a szexet, mert akkor esetleg a párom nincsen akcióban, akkor most ugye nem akarok felsülni. A férfi megint azt gondolja, hogy nem mehetek oda hozzá, hát most eddig 25-ször megpróbáltam, hogy elcsábítsam, és nem volt rá vevő, akkor le van egy kicsit, és mit csinál a két ember? Megtalálja az örömét a munkába, az egzisztencia építésében, anyagi dolgoknak a halmozásába, tehát nem azt
preferálja, amiben kudarcok vannak és nem működik, nyilván, hanem az, ami a saját tehetségemnek megfelelően működik, belefeledkezem a dolgokba, jön a munkamánia. Nem a szexmánia jön, hanem a munkamánia, és akkor megpróbálják valahogyan behelyettesíteni, vagy áttenni a súlyát az aktivitásnak, nem a szexre és nem a szerelmeskedésre, hanem arra, ami könnyedébben megy. Hát ugye most szembesül mindenki, és akkor egy kicsit olyan besöpröm a dolgokat a szőnyeg alá. Ha egész őszinte akarok lenni, már pedig továbbra is igen. Ez fordítva is bekövetkezhet. Tehát azért én nekem be kell számolnom olyan kapcsolatokról, főleg egy ilyen fórumon, egész nyugodtan, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan vannak ugyanígy, amikor is bennem kezdett kialakulni egy ilyen teljesítménykényszer, mert ugye a mai lányokra amúgy is ez elmondható, hogy azért, ha nem is nagy, de legalább de mindenképp úgy élnek, ahogy azt az eléjük mutatott minták megkövetelik, tehát hogy nagyobb étvágyjal kell élni, és hát ugye mindenhol mindenki az alfahímeket keresi, akikkel szemben. Igen, és hogy van egy ilyen elvárás szerintem nagyon is, mert ezt nagyon sok helyen visszaköszön, hogy legyenek mindig tetrekészek. Na most egy túlhajszolt férfi ember, és ez most nem magyarázkodás és nem mentegetőzés, mert szerintem majdnem minden második nem. Ez ott már így, persze. Akkor is ez kialakulhat fordítva is, nem? Hiszen előbb van a túlhajszoltság, amikor kimerülnek az energiakészletek, és drágám, ne haragudj, nincs kedvem. Na, nem azért, mert a szexet nem szeretem, mert nem kívánok, hanem egyszerűen nincs rá energiám, igen, és nem fogom erőltetni. Mert, de bocsánat, igen, de nem, hát annak sem értelme nincs. Egy rossz szexuális aktusnak mi értelme van? Okay. És akkor az okokról kezdjünk el beszélni, mert például ez is lehet egy ok, de még rengeteg ok van. Így van, most fejtegessük az okokat, na, hogy miért van. Másodperce, hadd reagáljak Sándorra, mert ezt nem tudom nem leütni. Hát igazad van, hogy ez így van. Hát látom, hogy eszméletlen sokat dolgoznak a fiatal emberek. Tehát ugye ez a vállalkozói szféra, ez egyszerűen reggeltől késő estig dolgozik. De azért ne felejtsük már, hogy a szex az nem csak arra való, hogy most akkor nagyon édesen, nagyon szexisen csinálja végig a dolgokat, hanem fiatalít, erőt ad, kicserélje a keringés, kicserélődik, egyetértek, oxigént kapsz, tehát attól föllángol az aktivitásod. Csak ugye a mai világban azt mondjuk, hogy ezt tegyük arrébb, és akkor majd holnap. De a majd holnapból lesz majd holnap után, meg egy hónap múlva. Bocs, csak ezt el akartam mondani. Igen, meg a majd holnap a szex, az a nap, ami soha nem jön el. Igen, a szex az jót tesz. Tehát az nem igaz, hogy 20-valahány éves korban, este 10-kor pizsamát kell kiosztani, hogy menjünk alukálni, mert reggel dolgom lesz. Hát nem mondjatok már ilyeneket. Rendben van, de hát, hogyha olyan az ember partnere, akit azért úgy fel kell készíteni, akkor bizonyos esetben az emberek sok esetben nincs kedve, és ez lehet önzés, foghatjuk ezt bármire, könyörgöm, de ez akkor is egy létező probléma. Nem arról beszélünk, hogy nem probléma, csak arról beszélünk, hogy ez nem lehet oka annak, hogy a szexualitás leül, mert ahogy Fülöp király is mondta, majd alszom én, ha véget ér a lét. Tehát 20 éves emberek ne aludjanak, nem szexeljenek. Majd holnap után esetleg, amikor van egy hosszú hétvég, akkor pihen. Hát nehogy azt mondjátok már nekem, hogy 20 éves korban nagyon-nagyon fontos, hogy állandóan ugye ott legyen a tudatotokban az, hogy egzisztenciálisan mit kell tenni. Jó, de hány embertől hallom, aki ott ül szembe velem a széken, hogy doktornő, 65 éves vagyok, a fejemet verem a falba, hogy 28 éves koromban miért nem azzal foglalkoztam, ami igazából a személyiségem épülésére van, és nem azzal törődni, hogy el tudom most vinni a gyerekeimet a Disneylandbe. Hát ne vicceljetek már, hát ez nem írom alá. Jó, oké, ott van, mint elem, hogy a fáradtság az ott van, és nem lehet emiatt. Na de hát azért a fiatalok ne arról sírjanak már nekem, hogy jaj Istenem, dolgozni kell, meg mit tudom én, mit kell csinálni, nem jut idő a szexre. De ne is legyenek annyira képmutatók, mint amilyennek én látom őket manapság, mint hogyha mindenkinek tökéletesen rendben volna a szexuális élete. Nem, csak mi most azért mondjuk ezt el, hogy megértjük, van ilyen ok, de ezt nem szabad elfogadni. Mik lehetnek még az okok akkor? Ugorjunk. Ez az egyik ugye a fáradtság, az egzisztenciális hajszolás, hogy nincs mód és lehetőség arra, hogy nyugodtan és lazán törődjenek egymással. Ok lehet még a gyerekszületés. És az az érdekes, hogy nem csak a nőknél okoz valamiféle negatívumot, hanem nagyon sok esetben tapasztalom, hogy a férfi visszalép, tehát nem tudja a helyzetet kezelni, nem akarja a hasba levő kisbabát esetleg megsérteni,
az asszonynak kellemetlen élményt okozni, és kialakul benne egy ilyen aszexualitás. Meg a nem nőt működik. Is más minőségében látja. Pontosan, így van. És a gyerek születése után is így van. És ugye emiatt is vannak hárítások, és ez a férfi részéről. Önbizalomhiány is ott van, igen, tehát megváltozik az alkat, tehát saját magát nem fogadja el, és emiatt ugye úgy érzi, hogy nem szeretetre méltó. Lehet olyasmi, hogy esetleg a neveltetésénél fogva nagyon-nagyon prűden, ugye erről már beszéltünk, nevelte a család, és ő egyszer nem tudja elfogadni, hogy fölpöröghet a szexualitás esetleg olyan irányba, ami jó vagy nem jó, de mégis ugye kicsit más alapokról indul, nem megy bele a kreativitásba, nem megy bele a különböző pozitúrákba, tehát visszafogott, nem aktív a nő, tehát egyszerűen elvárja azt, hogy a férfi kiszolgálja. A férfi túlságosan sok mindent követel a nőtől, amitől ugye egy idő után már belefárad, túlhajszolt a nőnek a mindennapi élete, az emancipáció következtében ugye a férfi mossa kezét, hogy jaj, de jó nekem, akkor ezzel se kell törődni, meg azzal se kell törődni, tehát a nő sok mindent átvesz a kezéből, emiatt ugye a nő esetleg egy kicsit túlságosan elhasználódik az évek során, ez mind-mind okként ott van, vagy pedig ugye ott van az is, hogyha esetleg valaki érzelmileg más irányba elkötelezi magát, és akkor a jelen helyzetet nem tudja megfelelően megélni. Olyan is lehet például, hogy ha nem kommunikálnak a problémákról, felgyűlik a feszültség, és akkor a szex megvonása az egyfajta büntetés is lehet, nem? Az biztos. Igen. Oh, yeah. Ez is. A rossz szex mennyire lehet ok? Fű, az kizárok, és az szerintem az válók, nem? Most komolyan. Hát a rossz szex... De hát azt is ugye meg lehet beszélni, meg lehet tanulni, meg el kell mondani. A rossz szex az ugye van, azt jelenti, hogy kell segítséget kérni, mert saját maga általában egy páron belül nagyon nehéz ezt kialakítani, úgyhogy jó legyen, mert ahogy már erről is beszéltünk a múltkorában érintőlegesen, hogy sajátos mindenkinek a szexuális élete, és nagyon nehéz azon a határon kijebb menni, és nem merik fölvállalni, hogy inkább maradnak abban a szürke szerelmi történetben, mint sem, hogy nagyon-nagyon meg tudják változtatni. Meg hát ugye olvasunk mindenféle fórumon, mindenféle extra történetet, és valahogy nem feltétlenül biztos, hogy annak a párnak ez megoldási módja lehet. Tehát, hogy ne ilyen szóbeszéd révén, meg pletyka révén gyűjtsék össze az információkat, hanem vagy menjenek el szakemberhez, vagy pedig valami baráttal, vagy barátnővel próbáljanak konzultálni, hogy mit lehet tenni, és hogy lehet ezt kialakítani. Akkor a szexben a monotonitás is körülbelül ebben a nagyon kategóriában nagyon van. Nagyon irányba visz, igen, a monotonitás, igen, igen. Tehát azért kell ugye mindenféle pozitúrát megpróbálni, még akkor is, hogyha azért egy kapcsolaton belül kialakul sorrendben, hogy ez a leggyakoribb, ez következik, utána az, de tényleg nagyon sok helyen és nagyon sokszor tapasztalom, hogy leül a pár, és tudom, hogy ezeknek a szexuális élete arról, hogy hagyományos póz este, és szépen szelíden 5 percig zajlik az előjátok. Megbeszélt ez időben, szíretetlen. A megbeszélt módon, igen. Holnap fel ugyanitt. Vagy... Pedig ez ennek egy ilyen izgalmas kalandtúrának, egy életen átszóló kalandjátéknak kellene, hogy legyen, de én megint csak arra jövök rá, és ugye ez már a tizedik műsorunk, amelyet így együtt töltünk el így a témakörben, és én mindig arra jövök rá, minden egyes epizód végére, és most is a vége felé közeledünk, hogy akkor működik ez jól csak és kizárólag, amikor olyan felek találkoznak, akik képesek egymást motiválni, és képesek egymásból kihozni azt, ami ott van a felszín alatt, és még nem is annyira világos esetleg, igen. Vagy amire igazán vágyunk. Különben sosem fog beteljesedni. Hát. Pedig enélkül nincs boldog kapcsolat. Így és még van. Azt is el szeretném mondani, hogy az is számíthat például, hogy napi menetrendben például ki mikor fogékonyabb. Tehát van aki ugye... Este, reggel. Ugye, igen, van az éjszakai típus, ugye a bagoly, aki egész éjjel fönn van, és akkor általában éjszaka él. Van a pacsirta, aki reggel abszolút fit, és nagyon-nagyon jól éli az életét, és hogyha elmennek egymás mellett, mint a sólyomasszonyba, ugye történetben, akkor egyszerűen nem tudnak találkozni olyan szinten, vagy esetleg mondjuk munkaidőbeosztásban is van olyan, hogy éjszakai műszak, nappali műszak, tehát sok minden van, de ez nem igazolja azt, és nem menti föl a párt azon, hogy tessék szíves szexelni. Uh-huh. Hát akkor egy tanulság van. Így mindig, igaz. Mindig. De mi is ezt tűztük az ászlónkra, így van. Őszintén. Beszélni kell róla, és akkor lehet segíteni, vagy rajta, vagy segítséget kérni, hogyha belsőleg nem megy, akkor külsőleg.
és akkor... a négy fal közt még őszintébben, sőt, ott aztán végképp, így van. Köszönjük szépen önöknek is a részvételt, a figyelmes hallgatóságot, és hát felkeltjük az önök kíváncsiságát, meg érdeklődését, mert a következő alkalommal a frigiditásról és a potenciál zavarról fogunk beszélgetni, úgyhogy ismét megint majd a szívünkre tehetjük a kezünket, vagy bárki más szívére, de lényeg az, hogy legyünk együtt a következő alkalommal is. Viszontlátásra, köszönjük! Viszontlátásra! A műsor támogatta az Antenna Hungária RT, a Promot Hungary Kft., a Rightfon Kft., a Springfield Hungary Kft., a Rouge Kft., az Amnézia Beck 2000 BT, az OpArt divatáru készítő BT, a Calcedonia és az Intimissimi MFH Kft. Magyarország, a Jackpot and Cuttenfield IC Company Magyarország Kft., a Control Art Kft., a TNT Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Birex Kft. Futárszolgálat távolról sem lehetetlen.